Ez a Végre Péntek magazin, köszöntöm azokat, akik most kapcsolódnak be adásunkba. Közel 500 fiatal vett részt a 11. országos ifjúsági néptánc találkozón Pápán. A rendezvényt a Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont és az Örökség Gyermeknépművészeti Egyesület közösen szervezte. A találkozóra határainkon túlról, a Felvidékről, a Szilágyságból és a Vajdaságból is érkeztek csoportok. Az eseménynek hagyományosan pápa a házigazdája, így eddig a helyiek mindig szervezőként segítettek és nem léptek fel. Most azonban a művészeti szakközépiskola táncosai neveztek a találkozóra. Kirobbanó sikerű műsoruk is bizonyította, hogy városunkban valóban otthonra lelt a néptánc. Fesztivált azért rendezzük meg 1998 óta. Annak idején Forti Jolán, aki az Örökség Gyermeknépművészeti Egyesületnek volt az elnöke és Kossuth díjas koreográfus, ő találta meg a Pápát helyszínt, mert tudta, hogy Pápa diákváros. És volt felnőtt néptáncfesztivál, és volt gyerekfesztivál, de nem volt a 14-től 18 éves korú gyermekeknek, vagy fiataloknak néptánc találkozó, ahol bemutathatták volna ők is a tudásukat, akik kilőttek a gyerekkorból, de ugyanakkor még nem felnőttek. És ezért találták meg Pápát helyszínnek. Természetesen Pápaváros önkormányzata örömmel csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, és azóta is, most már 15. éve mindig támogatja ezt a két vagy három napos néptánc találkozót. Az ön számára mit jelent ez a pápai néptánc találkozó? Tulajdonképpen az, hogy kitavaszodott, az, hogy a gyermeki és ifjúsági korosztályú együtteseink az elmúlt tanévben is elvégezték, hogyha művészeti alapiskola keretein belül tanulnak, akkor azt a tananyagmennyiséget, amiről számot lehet adni. És ugye itt most már 11. alkalommal találkozunk, az ifjúsági korosztály mindig már szinte felnőtt táncegyüttesi tudással óriási meglepetés dolgokat is tud hozni, nagyon jól táncolnak, és hogyha az alkotó, a koreográfus még jó ötletekkel is rendelkezik, akkor bizony élvezhető színpadi produkciókat is láthatunk. A 11. országos ifjúsági néptánc találkozó szervezői a JMSK és az Örökség Gyermeknépművészeti Egyesület voltak. A pápai főszervező, illetve az egyesület elnöke is szívügyének tekinti a programot, ezért jönnek el két évente városunkba a fiatalokból álló legjobb magyar tánccsoportok. Idén voltak együttesek Győrből, Budapestről, Pécsről, a Felvidékről, Jászberényből, a Szilágyságból, Csömörről, a Vajdaságból és első alkalommal Pápáról. Hiszük azt, hogy ez nem csak egy művészeti ágasok közül, hanem tényleg a kárpát-medencei magyarság tudat erősítésének az egyik legalapvetőbb formája, és hozzá kell gyorsan tennem szlovák származásúként, hogy a magyarországi nemzetiségek kultúrájának értékelését is és értését is magával hordozza a mi oktatási rendszerünk. Optimista vagyok akkor, hogyha a művészet oktatási rendszerben benn marad a néptánc oktatás is, mert ha visszazuhan művelődési házas szakköri rendszerbe, és itt tényleg komolyan gondolom a visszazuhanást, elsősorban anyagi és technikai feltételrendszerét tekintve, akkor biztos, hogy megtaláljuk azt a kiutat, amivel a továbbélés meg lesz, de hogy nem ilyen nagy létszámban, és ennyi gyerekkel, mint ahogy most ez kimutatható, hát közel 200 ezer gyermek tanulja Magyarországon művészetoktatás keretében a táncot, a néptáncot, és hogyha ezt kiszélesítjük még Szlovákiára, Felvidékre, vagy Parciumra, Erdélyre, vagy éppen a vajdasági részekre, akkor örömteli az, hogy ezek a gyermekek, még egyszer, nem csak táncolni tanulnak meg, hanem szellemi kulturális örökség értékei szintjén értik is, hogy mit csinálnak.
A Pápai Református Kollégium gimnáziuma és művészeti szakközépiskolája táncosai léptek elsőként színpadra péntek este. Azt mondják, nagyon nehéz egy komplett, hosszú programot, műsort, akár egy kétnapos fesztivált is legelsőként elkezdeni, és általában ezt mindig a házigazdák vállalják magukra, akkor is, ha fesztivál van, akkor is, ha verseny. És bizony az mindig egy kicsit nehezebb, akkor még sem a zsűri, sem a közönség, sem a táncosok nem rendeződnek és rázódnak bele a hangulatba. És nekünk ezt kellett überelni, ezt a megszokottságot, ezt az érzést. Nagyon nehéz táncanyagot választottunk, nadabi táncokat, ez egy nagyon magas fokú ritmikai készséget, aprózó 16-os csapás technikákat, nagyon nehéz súlylábmozgásokat igénylő tánc, és nagyon erőteljes pár vezetések vannak bent. Ennek megfelelően eléggé rettegtünk, hogy fog ez sikerülni. Első körben azt gondoltuk, hogy inkább csak bemutatkozó jelleggel indulunk ezen a versenyen, és a vége fele úgy döntöttem, hogy annyira jó ez a szám, és annyira élvezik már a gyerekek, hogy vétek lenne, ha nem nevezhetnénk őket is be egy ugyanolyan komoly zsűrizésre, mint az összes többi együttes. Nagyon ütősre sikeredett bizony ez a kezdőszám, tehát rögtön egy 100 fokos fordulaton pörgött az előadás, hát az utánunk jövő csoportoknak volt nehezebb dolga. Ilyenkor az ember mindig mérlegel, hogy milyen volt az előttünk lévő csoport, és hogy fogadja a közönség. És hát ha valaki nagyon felpörgeti előttünk a műsort, akkor szoktunk félni, hogy egy kicsit leül, tehát nekünk nem fognak annyira tapsolni. Nálunk vastapsolt kifele is végig. Éreztem a gyerekeken a feszültséget, azt, hogy félnek bizony-bizony. Most látszott igazán, hogy kik azok, akik rutinosabb táncosok, kik azok, akik már többet voltak színpadon. Láttuk a hibákat is, a javítani valókat, és hát a zsűri nagyon elismerően nyilatkozott erről a produkcióról. Nem akarták elhinni, hogy ezek a gyerekek még csak fél éve dolgoznak együtt, és ehhez képest ilyen produkciót állítottak a színpadra. Azt mondta nekünk a tanárunk, hogy robbanjunk, a lehető legjobbat hozzuk ki magunkba, bulizzunk egyet, mi nyitjuk ezt az egészet, mutassuk meg a többieknek, hogy mi vagyunk a házigazdák, és hogy legyen büszke ránk mindenki. A nézőtérről ez ilyen is volt fantasztikus. Belülről táncolva, hogy éltétek meg? Nagyon-nagyon élveztük, szinte kikeltünk önmagunkból szerintem. Nagyon jó hangulatot teremtettünk szerintem, maga a színpadon is jó hangulat volt, reméljük, hogy a nézőtéren is az volt. Úgyhogy szerintem nagyon élvezte mindenki. Neked mit jelent a néptánc? Nekem? Hát én kicsi korom óta táncolok, és nagyon szeretem, és oktató szeretnék lenni, hogyha majd sikerül. Péntek este még 5 csoport követte a pápaiakat. A szombat délelőtti felvonuláson aztán már mindenki részt vett. Együtt vonult a 13 együttes a JMSK épületétől a református templomig. Útba ejtették az Agrár Expót, de a Kossuth utcán is megálltak táncolni. A református templomban dr. Agulcs Gergely tartott előadást a táncról, a zenéről, énekről, életről, de előtte zenélt egy kicsit. A néptánc és a népdalok segítenek megőrizni magyarságtudatunkat,
mondta a néprajzkutató. Én onnan közelíteném meg, hogy mi az értelme annak a táncnak, amit magyar néptáncnak nevezünk. Valószínűleg az, hogy megmutathassuk a világnak, hogy nem csak olyan akárkik vagyunk, hanem valakik. Hiszen pont ez a valami tesz minket valakikké. Nagyon szép a világ, és nagyon színes, és gazdag értékekben. Születésünk által viszont meg vagyunk határozva. Ezek a meghatározottságaink olyanok, amelyektől nem tudunk megszabadulni egész életünk során. Hogyha gyermekkorban egy magyar anyanyelvű, magyar kultúrájú családban szocializálódunk, akkor magyarok leszünk. És a magyarságunkat, vagy a rába köziségünket, palócságunkat, székelységünket azon belül mindazokkal a kulturális jellegzetességgel tudjuk kidomborítani, kifejezésre juttatni, amelyeket ez a környezet ad nekünk. Hallgathatunk ilyen, olyan, amolyan zenét, most ezt a szót használtam, hogy hallgathatunk, hiszen ma már nem éljük meg a zenei kultúránkat, ma már nem énekelünk, hanem hallgatunk zenét. Nem azt kérdezi egyik fiatal a másiktól, hogy mi a te nótád, hanem azt, hogy te milyen zenét hallgatsz. Tehát egyfajta passzív fogyasztásról beszélgettünk, az aktív használat helyett. Tehát, hogy bármi fajta szeletét azoknak a kulturális termékcsomagoknak, amelyeket a világ távoli pontjain előállítanak valamiféle szórakoztatóipari szakemberek, fogyaszthatjuk, de élete végéig annak az adott pápai mészárosnak a dédunokája lesz. Na, ezeket a meghatározottságainkat, ha felvállaljuk, akkor van esélyünk arra, hogy harmódiába kerüljünk önmagunkkal, van esélyünk arra, hogy az identitástudatot és a származástudatot összhangba hozzuk, és ez jó lehetőséget biztosít arra, hogy a lelkünkbe egyfajta nyugodtság, egyfajta kiegyensúlyozottság költözzön. Ezért kell táncolni magyar néptáncot. A hivatalos megnyitó szombat délután volt. A csoport vezetőket a színpadra hívták. Az együtteseket Csasztvan András egyesületi elnök köszöntötte, majd dr. Áldozó Tamás pápa polgármestere, a fesztivál fővédnöke is üdvözölte a rendezvény résztvevőit. Amikor függöny szétnyitották, jó volt hallani az önök lelkesedését és tapsát, mert azt gondolom, hogy ez a lelkesedés is, ez a taps nyilván nem nekem szólt, hanem az együttesek vezetőinek, az oktatóknak, és ez a taps és ez a lelkesedés valami olyan világról mesél a kívülálló számára is, önbe jó lehet élni. Jó lehet benne élni, mert ebben van szemmel látható tisztelet, van benne ragaszkodás, van benne tanulni vágyás, és ahol ilyen világ és ilyen előfeltételek vannak együtt, ott mindig valami fontos dolog születik, mindig valami érték teremtődik. A fesztivál támogatója a kezdetektől fogva Veszprémi Né Turcsányi Valéria, aki szintén köszöntötte a fellépőket. Tulajdonképpen ez az országos ifjúsági néptánc találkozó, ez gyakorlatilag egy kicsit az önkormányzat és a Jókai Mór Művelődési Központ bábáskodásával jött létre. Úgy gondolom, hogy napjainkban is nagyon fontos, hogy a folklór, a néptánc a továbbra is virágozzék, és legyenek olyan védnökök, akik teljes őszintességgel és hittel állnak ki mellette, mert ez a nemzeti összefogás és a kulturális identitás tudat megőrzésének nagyon szép eszköze. Szombat délután 7 csoport lépett fel. A Zilahi Höcögő együttes érkezett a legmesszebbről. Szilágysági táncokkal léptek színpadra. Zene.
valamikor ugye a 90-es évek elején, meg még korábban úgy tartották, akár népzene és néptánc terén, hogy a Szilágyság az a néptánc kutatók térképén egy bizonyos fehér folt. Én úgy érzem, hogy ez a folt most már nem csak hogy beszürkült, hanem teljesen belemosódott a többi dolgokba, mert nem nagyon voltak ismertek a szilágysági táncok, hát ez talán vissza kellene menni a múltba, hogy annak idején az 50-es, 60-as években, hogy miért nem jártak a szilágyságban gyűjtők, akár Martin György, vagy más gyűjtők. Ott az áldatlan úti körülmények miatt volt ez magyarázható, meg a szilágyságnak volt egy olyan elzártsága. Hát ez a 70-es évek derekán ez feloldódott, jobban megközelíthető volt, akkor már nem voltak olyan kemény gyűjtések. És valamikor a 90-es évek elején, hát jó, egy olyan gyűjtőmunka kapcsán, erre besegítettek magyarországi szakemberek is, Nyíregyházán indult el a Magyarország felé a szilágysági néptáncmozgalom, és sajnos ezt kell mondjam, hogy innét került vissza hozzánk. És most már hál' Istennek az, hogy ott is egyre népszerűbbek lettek, hát most valahol mi voltunk az első fecskék ott Zilahon. Miért szeretsz táncolni? Hát én a táncot már 12 éve elkezdtem, és eleinte őszintén megmondom, nem nagyon értettem. Ugye játékok, nővérem is járt, akkor járok én is, és aztán úgy magával ragadott ez a néptáncos világ, tényleg őrült jó bulik vannak az egész, tehát az utazás közben is már, aztán még mikor ideérünk, tehát tényleg, aztán a tánc is maga gyönyörű, és ez a hagyományápolás azért, valljuk be őszintén, szép. Tehát nem tudom, nekem ez egy olyan érzés, hogy olyan érzés, amit nem lehet elmondani. A fesztivál résztvevői nem csak a színpadon énekeltek, táncoltak, várakozás közben, pihenőknél is szívvel, lélekkel nótáztak. Az örömzenét hallva és a fáradhatatlanul táncoló fiatalokat látva nem is kérdés, a tánc az életük. Ezt szeretem csinálni, és nem tudom elképzelni nélkül az életemet. Én ugye most indultam középiskolába, és hát úgy volt, hogy lehet, hogy nem ott maradok, ahol van ugye az oktatás, és azért belekerült az is a pakliba, hogy hát én mégsem megyek, hogy táncolni tudjak tovább, úgyhogy nem hiszem, hogy el tudnám képzelni az életemet enélkül. És nem csak a fiatalok gondolják ezt így. Mindenki, aki a táncba egyszer belekóstolt, rabjává válik. Nem lehet néptánc nélkül élni. Aki egyszer megismerte a néptáncot és belecsöppent, azt soha életében nem tudja se befejezni, se ott hagyni. Az annyira megérinti legbelül valahol, hogy azt nem lehet kitörölni onnan soha. És mindenkinek ajánlom, aki jó ember akar lenni. Én remélem, hogy jól látom azt, hogy egy reneszánsz néptánc szerelem kezd kibontakozni az országban, illetve szép lassan, de begyűrűzik az országon keresztül a egész európai tánckultúrába. Egyre többen vannak azok a fiatalok, fiatal felnőttek és gyerekek, akik ezt a megmutatkozási formát választják. Természetesen a zsűri azért a színpadi produkciók alapján értékelte a csoportokat. Oh!
mai fiatalok fantasztikusan jól táncolnak, mert itt már egészen azokkal a korosztályokkal találkozunk ebbe az ifjúsági generációba, akik óvodáskoruk óta táncolnak, és már ők tényleg az anyatejjel szívták magukba ezt a néptánc oktatást. Egy veszélyeztetett korosztály az ifjúsági generáció. A hormonok fejlődése pszichológiailag, lelkileg egy olyan veszélyeztetett korszakban vannak, amikor ezek a közösséghez való tartozás, vagy egy ilyen fesztivál, ahol találkozhatnak egymással, vagy ezek a programok, amik az ő energiáikat lekötik. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, mint a gyerekeknek, élettani szempontból, mint pedig a mi kultúránknak, hogy ezek a gyerekek olyan színvonalon tudják ezt tovább vinni, folytatni, hogy majd ő belőlük lesznek azok a felnőttek pár év múlva, akik a hazai, akár hivatásos, akár meghatározó amatőr táncegyüttesi munkában jeles képviselők lesznek. A mezőny nagyon erős volt, mondta a zsűri, hisz a 13 csoportból 10-et javasoltak az országos antológiára. Ez jövő év elején lesz, melyen a legjobb együttesek lépnek fel. A pápai 11. országos ifjúsági néptánc találkozó 10-es rangsorában a felvidéki kincsőcsoport után a pápaiak szerepeltek a második helyen. Országos versenyen értek el kiemelkedő eredményeket a Bartók Béla Zeneiskola növendékei. A 9. országos zongora négykezes és két zongorás verseny Balassa gyarmati döntőjén három páros is indult, és mindegyik helyezett is lett. Felkészítő tanáruk Falakiné Piltman Erika volt. Az országos zongora versenyt területi válogatók előzték meg, melynek hat regionális helyszíne közül az egyik a Pápai Zeneiskola volt. Erről a selejtezőről jutott tovább három páros a sárospataki országos döntőbe, ahol a négykezest játszó Kaufmann Zsófia és Takács Ákos harmadik helyezést, a két zongorás versenyen induló Németh Bálint és Takács Ákos szintén harmadik helyezést, az ugyancsak két zongorás kategóriában induló Kaufmann Zsófia és Vései Viktor második helyezést ért el, és ők kapták meg a Ferenczi György Alapítvány külön díját is. Ők továbbképzősök már, az azt jelenti, hogy gimnáziumi tanulók, és hát el kell mondanom, hogy hárman közülük a Tür gimnáziumban tanulnak, egyik ők a leányzó pedig a református gimnáziumot, tehát ők már továbbképző osztályban vannak, az azt jelenti, hogy 10-11 éve tanítom őket. Nagyon büszke vagyok rájuk, én nagyon-nagyon örülök, hogy ővelük dolgozhatom, és nagyon-nagyon szeretem őket. Ezt a versenyt három évente rendezik meg, és az előző versenyen is második helyezést értünk el. Párom Kaufmann Zsófia volt akkor is, és most is. Az országos döntőre sokat készültek, árulták el a Bartókos diákok. Februárban kezdtünk el gyakorolni az Ákossal, úgy tulajdonképpen majdnem minden nap este bejöttünk gyakorolni Erika nénivel. Az iskolába is teljesíteni kell, meg itt is. Hát próbáltam úgy beosztani az időmet, hogy az iskolára is jusson, és a zeneiskolára is minél több, hogy a versenyen jól tudjunk szerepelni. A felkészülésnél volt egy-két nehézség természetesen. Sok időt gyakoroltam rá, de nagyon-nagyon élveztem, nagyon szeretem. Én úgy érzem, hogy nem csak zeneileg jó a kapcsolatunk, hanem hát így emberileg is, pedagógiailag is. Én nagyon-nagyon szeretem őket, és nagyon jó velük dolgozni, mert látszik rajtuk, hogy ők szeretnék ezt, akarják csinálni, és dolgoznak, tényleg mindent megtesznek a cél érdekében.
És ez egy nagyon jó, úgy gondolom, hogy így lehet csak valamilyen eredményt elérni, főleg egy országos versenyen. Ott 101 páros elindult, és mindegyikőjük nagyon magas színvonalon zongorázott, úgyhogy le a kalappal előttük tényleg. Nagy büszkeséget jelent ez a zenepedagógus számára? Hát persze, én persze nagyon büszke vagyok rájuk, és hát az egyikőjük például, szóval olyan szép élményekkel jöttünk hazafelé, megkérdezte tőlem, hogy és jövőre milyen verseny lesz, országos verseny. Tehát egyáltalán nem szegi a kedvüket, sőt, én úgy gondolom, hogy ez nagyban dopingolja még őket a továbbiakban. A négykezes darab az egy Barber padüdő és egy Bizet abá volt. A két zongorás pedig Milho Skaramos két étele volt. Tetszettek neked ezek a számok? Igen, nagyon tetszett mind a négy szám. Igen. A négykezesben az egyik darab ilyen kicsit ilyen merengős. Jobban szeretem az ilyen lágyabb, dallamosabb darabokat. A másik az gyorsabb. Ez is nagyon jó volt. A két zongorás darabok közül szintén így voltak az arányok. A zsűri 5 tagú volt, közülük 2 egyetemi szinten tanítanak, és 3 pedig zeneiskolai tanárok, alapfokú vagy középfokú oktatási intézményekben, és szerintem elég szigorúan pontoztak, és nagyon igazságosak voltak, reálisan döntöttek minden helyzetben. Két zongora volt a színpadon, egy Petrov és egy Weinbach. A Petrov volt a versenyzongora, én játszottam a Petrovon, az Ákos pedig a Weinbachon. A zongorákat a zeneiskola finanszírozta. Az előző években mindig Bösendorfer zongorákat szoktak rakni, csak most az anyagi helyzet nem engedte meg, hogy ezt lehetővé tegyék. Nehezebb volt így játszani? Nehezebb. Egy kicsit tompábban szóltak, mint amihez hozzá vagyunk szokva. Jövőre országos megmérettetés zongorából szólóverseny lesz Nyíregyházán. Úgy tervezik, ezen a versenyen is elindulnak a tehetséges fiatalok, tudtuk meg Falakiné Piltman Erikától. A magyar mezőgazdaság is lehet festmények tárgya. Ez derült ki a május 18-20 között megrendezett Agrár Expón. A kézműves tárgyak készítői mellett a képek alkotóit is megkérdeztük szenvedélyükről. Erőteljes színekkel örökíti meg a balatonparti környezetet, és a vidék egykor volt, illetve mai életét a Bálint házas pár. Bálint Sándor és Bálint nép Preszecsán Hajnalka életében a tájfestészet egyfajta küldetés szereppel is bír. Balatonfüredi lakos vagyok, onnan a tájképek, illetve a vízparti képek. A mostó édesapám az mezőgazdasággal, illetve állattartással foglalkozunk, és ezáltal jött ez számomra, a feleségem meg ezt tanulta. Hogyan festenek? Egymás mellett van mindkettőjük festőállványa, vagy csak egyikőjük fest? Hát attól függ, hogy melyikünk hogy dolgozik. Igazság szerint mindegyikünknek van főállása, nekem 2 is van, és utána, ahogy engedi az időnk, úgy festünk mind a ketten. Általában egymás mellett, és szoktuk nézni egymás képét, dicsérni. Magyarországhoz hozzátartozik a tanyavilág, az állattartás, és szerintünk ez minden családi életet végigkísér, hogyha most bármifélével húsételt fogyasztunk, tejterméket fogyasztunk, hogy tudják az emberek, főleg a fiatalok azt, hogy milyen állat, milyen húst, illetve milyen terméket tud adni, és hogy néznek ki általában, mert nem tudják. Kézműves remekek kovásznáról, horgolt és fűzött ékszerek, fafaragású lakásdíszek és használati tárgyak, Körösi Csoma Sándor szülőfalujában készített forgácskalapok. Ezek is az Agrár Expón bemutatott különlegességek közt voltak.
legfontosabb segédeszközöm a két kezem. Ehhez nem kell se tű, na meg az elképzelésem, meg az ötlettáram. Kellemes élmény számomra másokat megörvendéztetni egyéni darabjaimmal, hisz mindenikben benne van a lelkem, a türelme és a szeretetem. Fábián Irma vallott így a kézművességről, az általa készített egyedi darabokhoz fűződő érzéseiről. Gyöngyfűzéses nyakláncai és horgolt medáljai nagy érdeklődést keltettek. A kovásznai nyugdíjas pedagógus szívesen mesélt a használt technikáról. A csomózás, amiből sok használati tárgy meg dísztárgy készíthető, persze ez egy ősi technika, és amit mi is tanultunk a mi nagyanyáinktól, szüleinktől, és szeretettel készítjük. Amint tetszik látni, ilyen öv, táskák, bagjuk, dísztárgyak. Akkor a gyöngyfűzés, az is különböző nyakékek, karkötők, fülbevalók. Fonott kalapokat is hoztak az Agrár Expóra a kovásznaiak. A fejfedők forgácsból készültek csomagkörösön. Megfonják a forgácsot, megkötik, és majd varrógéppel varják össze körbe. Tehát mindig belőről kezdik, hogy a belső részéről indul a varrás körbe keleket, hogy kialakulja maga a kalap része, és akkor úgy jön a külső, a karima része, úgy készül el maga a technikája. Kik használják, kik a vásárlók? Hát vásárló még jelen pillanatban itt nem volt. Erdélyben? Erdélyben hát a mezőre szokták használni, régen az volt a paraszkalap volt effektív, tehát akik mezőgazdasággal gazdálkodással foglalkoztak. Az erdélyi fa míves munkák, a székelykapuk, a kópjafák Magyarországon is ismertek. Ferenc Botond honfoglaláskori motívumokat farag az általa készített darabokba. Elég sokan, hála jó Istennek, még a mai napig is űzzük ezt a mesterséget. Ilyen hagyományőrzés célból követem én, nem tagadom, hogy ebből is élek, és ezért ismétlem magam, hogy ragaszkodom az eredeti motivumokhoz. Kereslet van ezekre a termékekre? Általában önkormányzatok vállalják fel ezt a szerepet, hogy rendelnek tőlünk. A köznép, ha így lehet ezt mondani, akkor az most már sajnos lassan eltávolodik a dologtól. Na, ezt próbáljuk mi megtartani még egy ameddig lehet, és reméljük, hogy sikeresen. Molnár Lajos a Pápai Képzőművész Közösség ismert alakja. Számos kiállítása volt már szerte az országban, most pedig a Jókai Mórvárosi Könyvtár folyosóján láthatók a képei. Tárlat megnyitó ezúttal nem volt, viszont zárása lesz, melyhez könyvbemutató is kapcsolódik. Legutóbb 4 évvel ezelőtt volt Molnár Lajos tárlat a könyvtár folyosóján. Az azóta eltelt időszak alkotásai láthatók most a falakon és a tárlókban. A képek témájukat tekintve 3 csoportra oszthatók. Vannak Bibliából vett jelenetek. Méghozzá oly módon, ami a Biblia írásaiba, a ma emberének is nagyon fontos tanulság lehet a mai emberi cselekedetek által. Így módon került a falra Zsuzsanna képe, közismert a történet, Zsuzsanna és Vének története, amely tulajdonképpen az ármánykodásról szól. De láthatók tájképek is. Ennek szimbolikájaként a fát találtam meg, mint leginkább kifejező eszköz, és néhány ilyen képen van, és ezek között hadd mondjam büszkén, hogy én még láttam a pápai vénplatánfát, sőt a kidőlést követő 1 órán belül ott voltam a helyszínen, és mint szép gyerekkori élményt ezt is megfestettem. Ám a leghangsúlyosabbak azok a képek, melyek a magyar irodalom nagyjait ábrázolják. Évek óta foglalkoztatott a gondolat, hogy
a magyar írók, költők közül, amelyek nekem legkedvesebbek voltak diákkoromban, és maradtak felnőtt korba is. Ezekből megkísérlek egy portrésorozatot készíteni. Na most a portrésorozatot nem úgy kellene értelmezni, tettem fel magamnak a feladathoz egyrészt a kérdést, mint ahogy a portrékra gondolunk, hogy arcmásokat festeni, hanem ennél többet valahol legyen bent az irodalmár személyisége is. Hát ilyen módon közelítettem meg kell, hogy mondjam, nagyon sok ismérvet gyűjtöttem, mindazokon túl, amelyeket már megismertem az itt szereplő írókról, költőkről, és ezeket felhasználtam a képek komponálásánál. Hát, hogy csak példát mondjak, mindjárt itt látható az első kép, Berzsenyi Dániel. Ugye ő a magyar felvilágosodás korának jelentős költője, de nem csak költő, hanem nyelvújító is volt, sőt, ezentúl menően olyan munkákat is írt, ami talán most már egy kicsit a szociográfia műfajába is lehetne sorolni, és úgy, mint Niklai remeteként ismert, ugye, vagy közismert, tehát úgy, mint magányába visszavonulva, mégis be tudott kerülni az ország gondolkodóinak a vérkeringéseibe, és ezt próbáltam a képen ábrázolni, amikor mellette megfestettem, mint egy félkörívbe Kazinczy portréját, a soproni kis János Szemerepált Kölcseit, és ott a sor zárja egy nyerítő ló, amely tulajdonképpen szimbolizálja a kor hangulatát, tehát a felvilágosodás embernek az újat, a jobbat, a mást akarását. Megkerestem azokat a pontokat minden egyes költőnknél, írónknál, akik itt szerepelnek, hogy mik voltak az életében azok a jelentős események, amelyek kivetülnek az írásaikba, írásműveikbe. Például Petőfinél nem véletlen festettem meg azt a korszakát, illetve a korszakának azon részét belefoglalva a képbe, ami a halálát is jelentette. Ugye azt írta, hogy ott tessem én a harcnak mezzájén, és ez beteljesült. A képen ezt szimbolizálja a törött ágyúnak a kereke. De a három fő téma köré csoportosított képek mellett láthatók még más festmények is a falakon, valamint szép grafikák a tárlókban. A képek június 9-ig láthatók a könyvtár folyosóján. A megszokottól eltérően tárlat megnyitó nem volt. A kiállítás méltatása június 7-én lesz, könyvbemutatóval egybekötve. A Költők és más képek című tárlat természetesen kapcsolódik a kötethez, hisz a portrék helyet kaptak az Ők 11-en a Magyar Irodalomból című könyvben, melyet szintén Molnár Lajos írt. Hatalmi játszmák, erőszak és a valakihez tartozás fontossága áll a Szeleburdiák új darabjának középpontjában, melynek címe Dúvad nevelde. A Németh Ervin vezette diákszínjátszó csoport ismét nehéz témát választott. A helyszín egy szovjetunióbeli, pontosabban szibériai, gyermek és fiatalkorúak számára létrehozott büntető javító nevelőtábor. Nikolaj Alekszejevics Moszbitin! Maxim Vladimirovics Milesko! Már a kezdés is a helyszínre utalt, hisz a nézők érkezéskor egy névsorolvasásba csöppentek bele. A történet az igazából arról szól, hogy hol vannak az egyéni szabadságunknak és a személyiségünknek a határai, meddig lehet és hogyan lehet ezeket megőrizni, és mi történik akkor, hogyha a helyzetek azt adják, hogy ezeket a határokat bármi kívülről sérteni kezdi, illetve cseppfolyósítja és bennünket amiben változtat, vagyis elvesztjük a személyiségünk határait. Az ötletet Gabisev 1988-ban megjelent Dúvad nevelde című regénye adta, melyből aztán improvizációk, szabad játékok során jött létre az előadás. Ehhez az előadáshoz nagyon fontos az, hogy a kitartott pillanatokat és a hosszan megtartott képeket bírják fizikailag
a játszóink. Vannak köztük olyanok, akik már régebb óta játszanak, vannak egészen frissek, tehát akik most kezdtek el velünk játszani, és nem is túl idősek, tehát semmiféle tapasztalat nincs a dologból, mert 7., 8., 9-esek. Tehát azt kellett hozzá, hogy ezt a fizikai ottlétet, fizikai jelenlétet annak minden fájdalmával és tehát fizikai erejével meg tudják élni, és ott tudják tartani, elég hosszan tudják ott tartani, az ehhez való gyakorlatok, tehát a mozgások lassítása, a némafilmes játékok, ehhez kapcsolódó koncentráció, készséget fejlesztő játékok, azok ott voltak az alapban, és néha némelyik jelenet pont ebből nőtt ki. Májusban összesen 7 előadás volt a Duvad Neveldéből. Játszottak a diákok 7-eseknek, de 11. osztályosoknak is. Az előadás után mindig volt egy foglalkozás is, mely segítette a megértést. A mély üzeneteit, a mögötte levő igazi belső tartalmakat mindegyik szint nagyon szépen fogta. A kisebbeknek több háttérismeretet kellett adnunk ahhoz, hogy ez egy orosz világ, ez az orosz gyerekeknek a mesevilágából épül föl, onnan kezdődik el a játék, és oda is megy vissza. Stolypint nem ismerik a latrina szót, és itt tovább, és itt tovább, és itt tovább. Tehát egy csomó háttérismeretet azért a menet közben, miközben a színházi nevelési foglalkozásunk zajlott, aközben vissza kellett adnunk nekik. És érdekes módon játszottunk, mert utána 2 órában igazából színházi szöveg értő foglalkozást gyártottunk itt nekik, amiben ők részt vettek. Azt néztük meg, vissza-vissza játszva a jeleneteinket, apróra lassítva és kikockázva, szó szerint, ha már film meg tévénél vagyunk, akkor kikockázva a jeleneteket, tettük mögé pontonként a jelentés rétegeket. És megnéztük a dramaturgiai felépítését, megnéztük a ellenpontozásnak az építkezési rendszerét, megnéztük a motivumoknak a többszintű rendszerét, a mitológiai motivumok beépítését, megnéztük a gesztusrendszernek a felépítését, megnéztük a szövegszintű felépítést, megnéztük a szöveg stilisztikai felépítését, és így tovább, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Minden arról szól, hogy a hatalmi játszmákat hogyan, hányféleképpen, miképpen játsszák le. És ki kerül felül, ki kerül alul, és miért, és hogyan, és merre. És van-e olyan valami, lesz-e olyan valami ezeknek a gyerekeknek, ami meg tudja tartani őket. És a beszélgetés is erre irányul, ezt próbáljuk meg a színházi eszközrendszernek a felépítésével fölmutatni a itt lévő nézőgyerekeknek, hogy lássák meg, hogy ezek a motivumrendszerek hogyan kapcsolnak és hogyan erősítik fel egymást, hogy a végére ki tudjuk mondani azt a nem tanulságot, amit magunkkal viszünk egy előadás után a saját munkánk, amikor végig gondolunk egy színházi előadást, nem akkor, amikor nézzük, hanem utána 1 héttel, 2 héttel, 3 évvel, fene tudja, amikor eszünkbe jutnak a képek. Tehát, hogy mit viszünk magunkkal belőle. Hogy ebből az előadásból igazából 2 dolgot fontos magával vinni a kölöknek. Egyszer azt, hogy tudja, hogy hogyan néz egy előadást, ez az egyik. A másik, amit magával visz, az egy gondolat, hogy van-e olyan valami, ami meg tudja tartani az embernek, meg tudja tartani a személyiségnek a határait, tehát, hogy ne folyjon szét és ne amübává váljon a végére, bármilyen megpróbáltatás éri. Tehát, hogy mi az, ami megtartja, és nagyon, nagyon hangsúlyosan vannak kitéve a motivumok, mozzanatok erre cselekményben, képben, gesztusban, mindenre irányul, hogy az emlék. Ha van olyan emléked, amihez kötődni tudsz, az megtart. És ha nincsenek emlékeid, akkor meghaltál. Ez az egyik. A másik pedig a kézmotívum, ami végigszalad az egészen, a kapaszkodás. A legyen valakibe valahová kapaszkodni, mert az meg tud tartani. Miért fontosak a kapaszkodók? Azért, mert például, amit itt bemutattunk ebben a világban is, az ember elveszti a személyiségét, de hogyha kapaszkodsz, akkor megmarad belőled valami. És megmarad az emberséged. Mert a többiek igazából elveszítettek mindent. Hogy fogadják a nézők a darabot? Ebben a darabban hát a brutalitástól, a poénokig, a viccekig minden van. A vicceken nem mindig röhögnek, mert előfordul, hogy egy olyan jelenet után jön, ami nagyon, nagyon megérinti belőle az embert, nagyon megfogja, és akkor nem mer köpni, nyelni a, úgymond a néző, és ilyenkor nem mer röhögni a poénokon, de van, amikor igen, és hát ez is ugye nézőtől függ, tehát hogy milyen korúak, milyen osztályban, tehát ezen is múlik sokszor, de hát jól fogadják végül is, tehát úgy reagálnak, ahogy várjuk. Ezt így mondhatjuk. A Duvad Neveldét a pápaiak legközelebb június 5-én láthatják.
13-án pedig Győrben lesz előadás, de a darabot a Szeleburdiák viszi a jövő évi Diák Színjátszó Fesztiválra is. Többek között kiállítás és könyvbemutató, trianoni megemlékezés, tornaünnepély és mozi előadás is lesz a hétvégén és a jövő héten Pápán. A programajánló következik. Változatos programokkal áll előttünk a hétvége és a jövő hét. Nézzük a kínálatot! Június 2-án Tapolcafőn egésznapos program keretében ünneplik a Pápai Református Egyházmegye megalakulásának 400 éves évfordulóját. A Hálaadó napon lesz jubileumi kiállítás és Varnus Xavier koncert is. Az Allegro alapfokú művészetoktatási intézmény szervezésében június 2-án szombaton 10 órától gyermeknap lesz a Malomtónál. A gyermekprogramra várnak minden családot. Torna ünnepély tart június 2-án 15 óra 30 perctől a Munkácsi iskola. A bemutató a sportcsarnokban lesz. Magyar Polányban a hétvégén ismét Polányi passió. A templom téren megelevenedik Jézus története. A passiójáték közreműködői, a falu lakói, a főszerepet a pápai származású Keresztes János alakítja. Jegyek elővételben és a helyszínen is vehetők. Június 4-én hétfőn Trianonra emlékezik Pápaváros önkormányzata. A Nemzeti Összetartozás napján a megemlékezést 17 órától tartják a Milleniumi Emlékparkban, majd koszorúzás lesz az országzászló emlékműnél. Június 7-én csütörtökön 17 órakor a könyvtár olvasótermében Molnár Lajos festőgrafikus Költők és más képek című kiállításának méltatását és zárását tartják. Valamint ekkor mutatják be Molnár Lajos Ők 11-en a Magyar Irodalomból című könyvét is. Jövő héten is lesz mozi Pápán, kedden 7 órától a Titánok haragja című amerikai filmet vetítik 16 éven felülieknek a színházteremben. Azt hittük, a titánok örökre a fobjaink, de most kiszabadultak. Ez káoszt jelent, a világ végét. De mit tehetnék én? Ez volt a programajánló, legközelebb egy hét múlva láthatják ismét műsorunkat, nézzenek majd minket akkor is, viszontlátásra! Május 19-én délután Pápán ökumenikus napot tartottak. A programot másodízben szervezték meg a Pápai Történelmi Egyházak felekezetei. Mai egyházi magazinunkban az elmélkedést megelőzően az ökumenikus napon készített összeállításunkat láthatják. A forrás következik.
Szombaton délután 13:30-kor a katolikus, a református, az evangélikus és a baptista felekezetek tagjaiból verbúválódott alkalmi zenekar szolgálatával vette kezdetét az ökumenikus nap ünnepélyes megnyitója. Az ugyancsak a négy történelmi felekezetből érkező résztvevőket Salgó Ferenc kanonok plébános köszöntötte, Szent János apostol evangéliumából idézve. Az Úr Jézus, aki elsősorban azt kéri, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeret minket, követői számára a legfőbb parancsnak Isten és ember szeretet parancsát tette, és az Isten szeretetünk is leginkább az ember szereteten keresztül mutatkozik meg, hiszen ahogy éppen Szent János írja, hogy hogyan szeretheti valaki az Istent, akit nem lát, ha nem szereti az embertársát, akit lát. És Jézus követői vagyunk keresztények, az Úr Jézus mindenki iránt elfogadó szeretettel volt, tevékenykedett a betegekért, és végülis mindnyájunkért életét adta a keresztván, és egyértelmű az ő tanításából a szeretet elsőbsége. És az a hit, amivel mi követjük őt, kell, hogy mindig szeretetből fakadjon. Keresztény egység jegyében rendeződik ez a mai nap is, ökumenizmus, vagy a keresztény egységét munkája, vagy a címe is a második ökumenikus nap. Mindenképpen a történelemből is tanulva látjuk, hogy a kölcsönös szeretet milyen nagy érték, és ennek a hiánya mekkora veszteség és mennyi fájdalmat hoz magával, és ezért nagyon fontos ennek az igazságnak az elmélyítése egymás között, egy-egy felekezet tagjai között is, de a felekezetek között is, és hát itt elsősorban ezt szeretnénk megélni, amiért imádkozunk, fölkönökös ima hét, januári imait alkalmain, hogy ne csak a templom falai között érezzük ennek a fontosságát, hanem játék közben, vagy egy programszervezés, mint ahogy ezt is hosszú előkészület előzte meg, ahol együtt különféle felekezetű lelkipásztorok és hívek munkálkodtak azon, hogy hogyan is, milyen forma legyen, kiket hívjunk, és itt megmutatkozott tényleg a közös célért való munkálkodás és a szeretet légköre is. Ezt akarnánk, ezt szeretnénk, hogyha ez érezhető lenne az egész nap rendezvényén, hogy belülről fakad. És ezért gondoltam, nagyon ideillik II. János Pál pápának a gondolata, hogy kölcsönös és mély szeretetből fakadó legyen a tiszteletünk egymás iránt. Tehát ne csak olyan futólagos, ne csak valami felületes olyan műmosolyra tudjunk egymásra nézni, hanem tényleg a mélyből, abból az őszinte jó akaratból, amivel Jézus is minden embert szeretett, még azokat is, akik nem igen értettek egyet vele, vagy ellenfelei voltak, azokért is odaadta az életét. Nagyon mélyből fakadt az ő szeretete, a szív mélységéből, és tőlünk is ezt kívánja, hogy hassát az életünket. És ilyen értelemben gondoltam, hogy nagyon ide illik Szent János apostol gondolatához, II. János Pál pápának ez a nagyon tanúságos és útmutató gondolata. Együtt Krisztusért, ez volt a jelmondata a második ökumenikus napnak. Ugyanazt hirdetjük, legalábbis az, hogy Jézus Krisztus, ami megváltunk, azt hirdetjük, hogy ő halt meg értünk, és mindnyájunkért, és függetlenül kik vagyunk. És mi őt akarjuk ezért magasztalni és dicsőíteni. Na most, hogyha ugyanazt a szemét magasztaljuk, akkor ezt lehet együtt is csinálni. Természetesen a történelem az máshogy működik, az emberi dolgokat is magába foglalja, és
Én számomra a szakadások azok mindig emberi döntéseken alapulnak. Szerintem az Istennek nem volt ez az elképzelése, ez a tervében, de ha már egyszer így alakult, akkor ennek az előnyét is használjuk ki. Használjuk ki azt az előnyét, hogy mindenkinek megvan a maga spiritualitása, lelkisége, és lehet úgy dicsőíteni az Isten, megvan az identitás, a kötődés, ugyanakkor viszont vannak olyan pillanatok az életben, akkor ezeket az identitásokat, kötődéseket egy kicsit oldalra lehet tenni, és azt mondjuk, hogy most viszont valamit fejezzünk ki együtt. Igyekeztünk ezt úgy csinálni, már a tavalyi évben is, de még inkább, hogy a közöset próbáljuk megfelemelni. Például, amikor a Szent Anna óvodában táncolnak a gyerekek, akkor nem kérdés, hogy melyik a katolikus, melyik a református, a táncban egyet jobbra, egyet balra. Amikor a Gyurác iskolának a énekesei fognak, énekkarosai fognak énekelni, nem kérdezik meg, hogy az evangélikusok énekelnek, a reformátusok nem tudnak énekelni, hanem együtt teszik ezt. Amikor a Szent István iskola színjátszói majd elő fognak adni két színdarabot, akkor megint csak nem kérdezik, hogy ki a református, ki a katolikus, hanem egy közös célért együtt dolgozunk, mert egy iskolában járunk is. Na hát ugyanezt gondolom én nagyban. Ezek is kifejezik kicsibe, és mi pedig az ökumenikus napot a sok-sok ökumenikus dolog mellett, hiszen nem ez az egyetlen, de ez egy ilyen fő állomás az évben, amikor ugyanazt fejezzük ki, együtt Krisztusért. Hogy sikerül ezt megvalósítani? Hát először is kell egy jó helyszín, ahol össze lehet jönni. Egy olyan időpont, ami többé-kevésbé nekem megfelel. Csodálatos idő. Hát ezek közül azt hiszem, hogy az első és az utolsó adott, hiszen a mezőgazdasági szakiskolának a területe megfelel, még körülbelül tízszer ennyi embernek is megfelelne. Az időjárás csodálatos, ezt a tévéfelvételek is mutatják. A középső azért nem teljesen jött össze, hogy így fogalmazzak fiatalosan, mert azt tudtuk már, amikor a dátumot elhatároztuk, hogy a néptáncfesztivál most lesz. Azt nem sejtettük, hogy Szent György nap idén egy kicsit odébb csúszik. Azt sem sejtettük, akkor az Evangélikus Egyháznak egy regionális napja lesz Tatabányán. A többit viszont azt reméltük, hogy ennek ellenére sikerül megvalósítani a rendezvény. De az első és az utolsó adott volt, hát a középső pedig annyira, hogy akinek kedve van a városban, az ellátogatott ide a helyszínre. Mi a jelentősége annak, hogy pápán minden évben megrendezi a négy pápai történelmi felekezet ezt az ökumenikus napot? Több rétegű ennek a jelentősége. Egyrészt benne van az, hogy kifejezzük azt, hogy Krisztusért vagyunk mi egyek, hogy nem különbözők vagyunk, és nem az a lényeg, hogy mi a más a felekezetek között, hanem az a lényeg, hogy mi köt minket egybe, hogy Krisztus, aki a megváltó, őt a földre, ő támad fel, és hogy emiatt van nekünk egységünk. Milyen közösen munkálkodni egy közös cél érdekében? Mivel már sokszor csináltuk, ezért már nagyon felüdítő és örömteli. Tehát már nem azon mennek a gondolatok, hogy hogyan ne bántsuk meg a másikat, hanem merünk és tudunk együtt dolgozni. Úgyhogy nagyon örömteli és nem csak kihívásokkal teli, hanem benne van az is, hogy lehet előre haladnunk. Salgó Ferenc atya itt a köszöntő beszédében hangsúlyozta azt, hogy a négy felekezet közötti mély szeretet és tisztelet az, ami fontos, hogy megvalósuljon. Önök is így gondolják ezt? Igen, természetesen. Tehát igazából ebben fejeződik ki leginkább az, hogy tudunk egységben lenni, nem csak egyek, meg hasonlók, hanem ahogyan régen volt például a bibliai időben, amikor le tudtak ülni az emberek egy asztalhoz, az azt mondták, hogy közösséget vállalok veled mindenben. És azzal, hogy tudunk így együtt lenni, ezzel ezt fejezik ki, hogy egy közösség is vagyunk. Mit üzenhet ez a mai nap? Azt mondanám, hogy leginkább azt, hogy van egység Krisztusban, és van más is a városban. Nem kell egyedül lenni, nem kell félni attól, hogy kevesen vagyunk, vagy kicsik vagyunk, hanem lehet látni azt, hogy bizony több száz, akár ezer ember is meg tud mozdulni együtt, azért, hogy közösségben legyen a másikkal. Ezen a mai napon kívül, hiszen egy évben egyszer van egy ilyen nap, milyen más módon próbálják ezt az összefogást a négy történelmi felekezet között erősíteni? Tulajdonképpen nagyon sok alkalommal, egyrészt mind lelkipásztorok havonta találkozunk, elég sok alkalom van, amikor különféle rendezvények, megáldások vannak, együtt szolgálunk, ennek az előkészítése is alkalmul szolgál erre. Aztán hát most például az utóbbi években elhatároztuk, hogy a ökumenikus imanap belső adományait
vagy milyen karitatív célra fordítjuk, mindig más-más felekezet közössége kapja meg. Ennek is egyfajta kisugárzása van jelenléte, hogy segítjük egymást a szeretett szolgálatban, nem rivalizálni akarunk, hogy ki tesz többet, vagy hogyan, hanem ki a maga eszközével, és aztán ennek a felhasználását mindenki rábízzuk arra a felekezetre, amelyik legfontosabbnak tartja, ahová ezt helyezi. A forrás havi adása, ami ugyancsak ökumenikus, és ebben is hát együtt tervezzük, hogy mi legyen egy évnek a fő gondolata, majd együtt osztjuk ki a feladatokat, és hát abban is az egység megmutatkozik, hogy vagy fő előadás mellett mindig van valamilyen szentírási részlet, amihez gondolatokat, elmérkedést fűzünk, más-más felekezet végz az egyiket és a másikat. Tehát egy állandó kapcsolatban vagyunk. Hát ezt szeretnénk kicsit szélesíteni, ami nem is olyan könnyű azért, főleg ma, amikor az emberek annyi felé darabolódnak, és a mai nap is azért mutatja, hogy a városban expó van, és szóval sok minden felé az emberek figyelme irányul, és hát ez nagy erőfeszítést kíván, látszik, hogy ilyen közös rendezvényt is minél népesebbé tudjunk tenni, megértsék ennek a fontosságát minél többen. Hát bízunk benne, hogy idővel azért lassú vízpartot most, hát ez is egy olyan törekvés, aminek bízunk benne, később egyre jobb több gyümölcse meg lesz. Gazdag, változatos programot szervezett közösen az Ökumenikus Napra a négy pápai gyülekezet. A délután során volt többek között óvodások és iskolás gyermekek bemutatkozása, imaösvény, szabadtéri játékok, baseball bemutató, kézműves foglalkozások, előadás a Szentföldről és Magyarország lelki állapotáról. A napot közös liturgia és az iránytű zenekar szolgálata, valamint tábortűz zárta. Nemrégen volt pünkösd ünnepe, amivel gyakran nem tudunk mit kezdeni. De nem csak mi vagyunk így, hanem az apostolok is így voltak mindezzel, hiszen ha a Szentírást olvassuk, látjuk azt, hogy ők abban reménykedtek végig, hogy Krisztus visszaállítja Izraelben a királyságot. Még amikor feltámadt és vele voltak, akkor is a következőt olvassuk. Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Még ekkor is azt várták, hogy ez történjen. De Krisztus mondta, hogy nem erről van szó, mást bízok rátok, nektek nem ezt kell tudnotok. És aztán következett az a 10 nap, amikor nem tudták, hogy mit kezdjenek magukkal. Amikor pánikba voltak, a felső szobában elbújva imádkoztak és keresték, hogy mi Isten akarata. Míg végül elérkezett pünkös ideje, és az a krízis, amiben voltak, az feloldásra került. A krízis szó jelentése az egyrészt veszély, másrészt lehetőség. Az apostolok előtt ugyanaz állt. Veszély, annak a veszélye, hogy megölhetik őket, hogy elhurcolhatják őket, és lehetőség arra, hogy megosszák az evangéliumot, megosszák azt, amit megismertek Krisztusból. Az az igazság, hogy leggyakrabban előttünk is az a két lehetőség áll. Azt, hogy a veszélyt választjuk, vagy azt, hogy a lehetőséget. Azt, hogy mit gondolnak rólunk, hogyha megvalljuk a hitünket, vagy mi lehet abból, ha megvalljuk a hitünket. Nekünk is minden nap egy pünkösd, minden nap egy döntéshelyzet abban a szempontból, hogy mennyire vállaljuk fel azt, amit Krisztus tett értünk, és mennyire mondunk nemet Istennek. A következőt olvassuk a zsidókhoz írt levélnek a vége felé, 10. fejezet végén. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. A kérdésem az, hogy milyen emberek akarunk lenni. Olyan, akiben gyönyörködik Isten lelke, vagy olyan, akiben nem gyönyörködik. A meghátrálás emberei akarunk lenni, vagy olyan személyek, akik készek menni az Úrért, azért, hogy életet nyerjünk. Ez a döntés
Előttünk áll pünköskor, és minden egyes napom. Ezt kérdezem most önöktől is. Milyen emberek szeretnének lenni? A meghátrálás emberei, vagy a győzelem emberei?